Ilyen online kasszát használnak a taxisok 2017. januárjától, a személyszállítást végző vállalkozásoknak is kötelező az elektronikus kassa. A pénztárgép megvásárlásához 50 ezer forintos támogatást kaptak a vállalkozók, de sokan így is drágának tartották a készülékeket. Ez a taxis korábban azt nyilatkozta a televíziónknak a kassa hamar lemerül töltés nélkül nem sokáig bírja, és egyéb okok miatt is, mint mondták, szokatlannak tartják idegenkednek a kasszától. Baleset veszélyes egyébként, mert pluszban nekünk le kell állni az autóval. Ugye megállunk olyan helyen, ahol les, lehet buszmegállóba, meg ilyen helyeken, és akkor ott nem nagyon lehet ott átsorogni, amellett, hogy az embernek el kell intézni a visszaadási pénzt, meg még pluszba kell nyomni a pénztárgépet és az online gépet. Január 1-től 10 új tevékenységi körben vezették be az online kasszák használatát, ez országos szinten mintegy 20 ezer vállalkozást érint. Az idei adóellenőrzések során az online pénztárgép használatára újonnan kötelezetteket kiemelten fogják ellenőrizni, de fókuszban lesznek a bevallás alapján alvó, de kontrolladatok alapján tevékenységet folytató cégek széktemetők, offshore gyanúval érintett adózók is. A tavalyi évben már ellenőriztük ezeket a cégeket, illetve azokat a vállalkozásokat, akik székhelyváltással, illetve illetőségváltással foglalkoztak, illetve maguk is végrehajtották ezt. És a székhelyszolgáltatást nyújtó vállalkozások esetében az ott megjelenő vállalkozásoknál végzett ellenőrzések 8,25 milliárd forint nettó adókülönbözetet tártak fel, tehát ez igen magas összeg illetve azok a székhely és illetőségváltó adózók, akiknél utólagos vizsgálatokat végeztünk, pedig 14,3 milliárd forint nettó adókülönbözetet mutattak. Tehát nagyon fontos, hogy az idejében még nagyobb hangsúlyt helyezzünk erre a szektorra. Szabolcs megyében inkább a székhely áthelyezés jellemző, Budapestre és környékére jelentik át a vállalkozások székhelyeiket, mondta el a sajtóreferens. Így nem véletlen az sem, hogy a kockázatelemzési eredmények alapján elsősorban Pest megyére, a keleti és délkeleti határ melletti területeken erőteljes lesz az ellenőrzés. Az adóhatóság vizsgálni fogja azt is, hogy a minimálbér emeléséhez kapcsolódnak-e visszaélések. Például emelkedette a kisebb óraszámban, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma, és ha igen, indokolt volt-e. Az adóhatóság ösztönzi az adózók önellenőrzését, önkéntes jogkövetését, először felszólít, nem rögtön bírságol.